Mai elemünk a szilícium. A szilícium rendkívül fontos az emberiség számára. Manapság az egyik legfontosabb felhasználása a számítógépek csipjeiben, a napelemekben való alkalmazás, de a régi időkben az építőipar is használta a szilíciumot. Tudni kell róla, hogy a periódusos rendszer 14. oszlopában található, a szén alatt, és nagyon izgalmas tulajdonsága, ami a szénhez bizonyos mértékig hasonlóvá teszi, a láncképzési hajlam. A szerves élet alapját a szén láncképzési hajlama, a szervetlen környezetünk kialakítását pedig a szilícium láncképzési hajlama tette lehetővé. A szilícium oxigénnel váltakozva tetszőleges hosszúságú láncokat tud létrehozni, és így épülnek fel a szilikátok, amelyek a földkéreg több mint 90%-át adják. Nem meglepő tehát, hogy a szilícium a földkéreg második leggyakoribb eleme. Előállítása nem túl egyszerű. Oxidjából, ami jól ismert, a tengerparti fövény kvarc homokja, tehát oxidjából magnézium segítségével redukálható. Első előállítása 1823-ban történt. Berzelius nevű rendkívül híres kémikus volt az, aki szilíciumot tudott előállítani. Élő szervezetre közvetlen hatást nem gyakorol. Vannak olyan alacsonyabb rendű életformák, amelyek vázát a szilícium adja ének, például a kovamoszatok. Veszélyes viszont az, hogy oxigénnel alkotott láncainak egyik típusa az nanomérettartományba eső kis tücskéket képes létrehozni, és ezek a szervezetbe kerülve rákkeltőek lehettek, ezért veszélyes az aszbeszt, ezért veszélyes a cukornád égetés, hiszen a cukornád égetése során is ilyen kis szilícium és oxigén alkotta tücskék kerülnek a levegőbe és onnan a munkások tüdejébe. Összességében azonban a szilícium az egyik legfontosabb, legnagyobb mennyiségben használt elemünk, a félfémek közé tartozik, és a félfémek közül messze a legjelentősebb. A szilícium kevés jó vízoldhatóságú vegyületének egyikével, a vízüveggel, azaz nátrium-szilikát oldattal kísérletezünk. Egy-egy hígítású oldatába különféle fémsókat szórunk. És már látszik is a gyorsított képen, hogyan növekszik a vegyészvirágos kertje. A magyarázathoz meg kell fontolnunk, hogy a sók oldódni kezdenek, de a fémionok a szilikát ionokkal csapadékhártyát hoznak létre, mely félig áteresztő. A víz ozmózisa következtében megnő az ozmózis nyomás, emiatt a hártya időnként kiszakad, így nőnek a növények.